most és mindenkor, és egyszer előtti. Kiterjeszted az eget, mint sátortetőt, kibefödött vizekkel annak felső részeit, ki felhőket teszel fogatoddá, ki a szelek szárnyain jársz, angyalai szélvészé teszi és szolgáit égető tűzzé, ki a földet szilárd alapra helyezted, nem fog ingadozni örökkön örökké, a vízmélység öltöz egyaránt fötte azt a hegyeken, vizek állottak, feddésed erről elfutottak, mennydörgésed szavától megijedtek, a hegyek fölemelkedtek, a völgyek alá szállottak azon helyre, melyet nekik alapítottál. Határt szabtál, melyet nem fognak áthágni, és nem térnek vissza a földet elborítani. Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben, a hegyek között folynak a vizek. Iszik azokból minden mezei vad, szomjasan utánuk sóvárognak a vadszamarak. Azok mellett fészkelnek az égi madarak, a kősziklák közül szózatot adnak. Fönséges hajlékodból megöntözöd a hegyeket, művei gyümölcsével jól lakik a föld. Füvet sarjasztasz a jószágnak és kalászokat az emberek szolgálatára, hogy kenyeret termeljenek a földből és bor vidámítsa az ember szívét, hogy arcát olajjal derítse föl és kenyér adjon erőt az ember szívének. Feleszívják magukat a mezőfái és a Libanon cédrusai, melyeket ülteted. Ott raknak fészket a madarak, tetejükön tanyázik a gólya, a magas hegy, a szarvasok, a szikla, a nyulak menedéke. A holdat időmértékül teremtette, a nap ismeri lenyugtának idejét. Sötétséget támasztasz és éj van.
Leple alatt, mint kimennek az erdei vadak a prédáért ordító oroszlán kölykök, melyek az Istentől várják étküket. Fölkel a nap, sők összegyűlnek és tanyáikon szenderegnek, kimegy az ember munkájára és dolgára napestig. Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, bölcsességedben alkottál mindent, betöltik a földet teremtményeid. Ez a nagy és széles öblű tenger, hemzseg benne számtalan élőlény, a kicsi nyálatok a nagyokkal. Ott járnak a hajók, s a cethal, melyet azért alkottál, hogy játszadozzon benne. Mindnyájan tőled várják, hogy eledelt adj nekik alkalmas időben, te azt nekik ők gyűjtenek, ha megnyitott kezelet, mindnyájan betelnek jóságoddal. De ha elfordítod arcodat, megrendülnek, ha megvonod leheletüket, kimúlnak és a porba visszatérnek. Ám ha kiárasztod lelkedet, életre kelnek és megújítod a föld színét. Legyen az Úr a dicsőség mindörökké, lelje örömét műveiben az Úr, aki rátekint a földre és megrendíti azt a hegyeket, megérinti és füstölögnek. Énekelni fogok az Úrnak életemben, zsoltát zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kellemes számára beszédem, én pedig az Úrban fogok gyönyörködni, fogjanak el a bűnösök a földről és a gonoszok úgy, hogy ne is legyenek. Áldjad én lelkem az Urat, a nap ismeri lenyugtának idejét, sötétséget támasztasz és éj van. Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, bölcsességben alkottál mindent. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Mennyei békért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért, s mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Szent hajlékért, mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáért, Isten szerető Fülöp érsek metropolitánkért, Ábel püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyház rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz. Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, és az azokban lakó hívekért, könyörögjünk az Úrhoz. Kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Mentse meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Öltalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Szentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egymás egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Uram, te vagy szent,
veszed, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad vagyon a kegyelem. Folytassuk a mai napon, Urunk legszentebb dicsőséges színe változásának ünnepét. Törvényedért remélek benned, Uram, remél az én lelkem az ő igéért, az én lelkem az Úrban bízik. Jelenleg megnyit fel a szemedre, és személyük hittel az Úr teljes fényére, a nyugó színe változásán. És nála bőséges a megváltás, és ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságától. Boldog Mátyás, te szellemi égekkel, és te testvédekkel a gondolunk folyóként vizet tárhasztottál. Titokzatosságodat a gondolatokat rajtunk az ő irgalmassága, és az Úr igaz volt a mindörökké megmarad. Isten ígéret és ő magyás, a bölcsességem végig ragyogod, a tanításod világ fénye, mindenkit megvilágosít.
most és mindenkor és örökkör örökké. Amen. Kivilágosságokkal az egész világot megszentelted. Hallgass segyen szívemben áldozzál jóságos, mert mutatták magadat a te tanítványaidnak, ki megváltod a világot a bűntől, azért járjon néked. Kegyelmes Urunk, üdvözítsd a
az Atyát és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Isten hozott mindenkit, kedves zarándokok! Eltelt az első nap, végre elindultunk, mondhatni, hogy úton vagyunk. Ki az, aki most már innen szívesen visszafordulna? Reméljük, hogy senki. Sokat beszélünk arról, hogy a zarándoklat az olyan, mint az élet kicsiben, egy hétbe összesűrítve, az elindulásnál vagyunk, az első nap. A kezdeti lendület az mindannyiunkban ott van. Bár jó volt végigmenni töményezve, és azért látni, hogy jó néhányatoknál már a színeváltozás is végbe ment, így az első napnak azért már csak van eredménye, de még mindenkiben ott van a lendület. És különös egy vers is, hogy a mai vecsernével elkezdjük Mátyás apostolt ünnepelni. Mátyás apostolnak az a különlegessége, hogy nem volt kezdetben tagja a 12 apostolnak, hanem csak ő a beugró, ki helyett? Júdás apostol helyett. Júdás, így írja a Szentírás, hogy be kellett töltenie Mátyás apostolnak azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott. Sokat gondolkodtam, szerintem Júdás is ugyanazzal a lendülettel indult, mint a többi tanítvány. Hol veszett el belőle a lendület? Fiatalok vagytok, látom, hogy mindannyian jóra törekvőek vagytok. Mindannyian nagy célokat tűztök ki. Kitartó leszek, tiszta leszek a házasságig, kitartó leszek a tanulásban, a diploma megszerzéséig, becsületes leszek, jó kapcsolatot ápolok a szüleimmel, odafigyelek a barátaimra, és aztán ezek a kezdeti lelkesedések az évek múlásával egy kicsit kopnak. Ahogyan teltek, múltak az évek, Júdásban is egyre inkább elkopott ez a lendület. Nem szabad, hogy elkopjon a lendület. Júdás hűtlenül elhagyja a helyét, és aztán jön helyette Mátyás apostol. Mátyásról azt írja a Szentírás, hogy az apostolok azt mondták, hogy válasszunk ki azok közül, akik mind végig itt voltak velünk és kitartottak, kettőt, és majd a Jóisten eldöntő, hogy kit válasszon. Mindig vannak olyanok, akik mind végig kitartanak. Csak itt találkozunk a történet végi Mátyással, de ő is végig ott volt és kitartott. Pont ilyenek vagytok ti is, mint Mátyás apostol. Elindultatok, és már tudom jól, én vagyok a kísérő autóban, évről évre egyre kevesebben ültök be, azt is tűzzel, vassal kell szorítani, mert azt gondoljátok, hogy akkor nem érvényes a zarándoklat, hogyha csak egy kicsit is autóval mentek, kitartóak vagytok. Ebben az egy hétben biztos. Elindultok, visz ez a lendület benneteket. Az egyik legmeghatározóbb papi élményem az mindig a zarándoklatokon egy gyóntatás. Hol éjfélig, hol hajnal egyik, hol hajnal kettőig. Nem, hogy elfogy a lendület, hanem mindannyian odaértek, hogy lélekben is megtisztultak. Visz ez a lendület, és aztán amikor meglátjuk a Mária Pócs táblát, mondja, nagyon régen kezdtem a zarándok műfajt, még én is a másik oldalt ültem, és a másik nagy élmény az az volt, amikor meglátom a Mária Pócs táblát. Hát egészen addig fog vinni benneteket a lendület. De vajon a nagy felnőtt életetekbe, az igazi évekbe, évtizedekbe megmarad ez a lendület? Meg kell, hogy maradjon ez a lendület. Másképp nem lehetséges. Mátyás és Júdás története viszont mást is tanít nekem. Sokat gondolkodtam, hogy az Úr Jézus azért elég bölcs volt, tudta, hogy Júdás szívében mi lakozik, miért választotta be a 12 közé? Miért engedte, hogy hiba csúszson a számításba? Szerintem két dolgot is akart tanítani. Egyrészt, hogy bármennyire is törekszünk mindent megtenni, és mindig mindent a legjobban csinálni, itt a Földön soha semmi nem lesz tökéletes. A szervezőkkel, hogyha hónapokat, éveket készülünk is, mindig minden nem lehet tökéletes. Nem tudunk megóvni benneteket a napsütéstől, a vízhólyagtól, hogy olyan napok is legyenek, hogy háromszor egymás után babgulyás van.
Nem lesz mindig minden teljesen tökéletes, és az életben sem lesz mindig minden tökéletes. És hogyha az Úr Jézus megengedi magának, hogy a 12 apostol testülete ne legyen teljesen tökéletes, akkor talán nem olyan nagy tragédia, hogyha az én életem sem mindig minden percben tökéletes. De itt nem ért véget azért a történet, mert pont Mátyás apostollal ezzel az ünneppel az Úr Jézus mégis kijavítja ezt a hibát, mégiscsak helyére kerül. Nincsen olyan hiba, nincsen olyan bűn az életedben, amit ne tudna az Isten helyre tenni. Bárhonnan is indulsz most el, bárhonnan is jössz, bármerre is tartasz, bármennyire is elfogyott a kezdeti lendület, amit első áldozóként, hittanosként, érettségizőként, egyetemet kezdő fiatalként eldöntöttél, és most nem úgy alakult, házasságra készülve nem úgy alakult, mindent helyre tud tenni a Jóisten. De azt gondolom, hogy pont ezért vagyunk itt. Hogy helyre tegyük az életünket. Hogy az a kezdeti lendület újra visszatérjen. Hogy ez a flow vigyen bennünket. Hadd eddig egy picit személyes, sokat gondolkodtam, hogy elmondjam, de nem tudom kiverni a fejemből. Az ebédnek a helyszíne Tiszalök különös módon kapcsolódik az életemhez. Ott van eltemetve édesapám. Az édesapám, akit én nem ismertem, mert mielőtt megszülettem, elváltak a szüleim, és ő úgy döntött a vállóperbe, hogy nem akarja tartani a kapcsolatot, úgyhogy életünkben egyszer találkoztam. És sokat gondolkodtam, nem sajnáltatni akarom magam, hogy benne is megvolt ez a kezdeti lendület, és aztán ez abban maradt, és nem tudta fölvenni. Két fia volt, és nem kereste velük a kapcsolatot. Miért hagyta abba? Ő is úgy indult, udvarolt egy lánynak, édesanyjának, elvette feleségül, családot alapított, aztán persze az alkohol az sok mindent lerombol, abban maradt a lendület. Nem szabad, hogy abban maradjon a lendület. A Tábor hegye felé, abból az élményből kell, hogy töltekezzünk. Péter, Jakab és János az úrszínváltozásban mögé láttak a dolgok mögé, hogy sokkal több minden történik itt. Jézus nem csak egy mezítlábas vándortanító, nem csak egy szegény ácsnak a fia, hanem ő az Isten. Meglátja ezt a dicsőséget, és ez az élmény elviszi őket Jézussal a keresztig, és aztán majd az ige hirdetésig. Mátyás apostolról az maradt fönt, hogy neki Etiópia jutott az emberevők földje, hogy hirdesse az evangéliumot. És ment, és helytált. Mert kezdetektől ott volt, és amit megtapasztalt, abból töltekezett, abból merítkezett, és az kitartott neki. Azt kívánom nektek, hogy ti is töltekezzetek, hogy ne maradjon abba a lendület. Vigyen ez benneteket, nem csak szombatig a megérkezésig, hanem az egész hátralévő életetekbe, és amikor majd mi is színről színre megláthatjuk az Isten dicsőségét. Amen. Teljesítsük esti könyörgésünket az Úrhoz. Az ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Hogy ezen egész estét tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet, kérjünk az Úrtól. Életünknek hátralévő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Amen. Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Egységét és a Szentlélek közöltetését kérvén önmagunkat, egymás egész életünket, Krisztus Istenünknek, olyan jó! Mert
jóságos és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Jesus.
Érsek metropolitánkért, Ábel püspökünkért, lelki atyáinkért, s Krisztusban minden atyán fiaért. Jelenlévő tőled nagy és bőkegyelmet váró népért, a mi jó tevőinkért, s minden igaz hitű keresztényért. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Mert irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Bölcsesség! Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Atyáltás, Uram! Krisztus igaz Istenünk, ki a tábor hegyén
Istenén színében átváltozott, és megmutatta Istensége dicsőségét szent tanítványai és apostolainak, az ő legtisztább anyjának, az előkövetés keresztelő Jánosnak, Szent Mátyás apostolnak, kinek emlékét tiszteljük, és minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Az Úr áldására álltok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor, és örökkön örökké. Tisztelendő helynök atya, kedves paptestvérek, kedves zarándokok, mikor megérkeztetek, néhány szót kaptam csak köszöntés gyanánt, most ezt szeretném egy picit bővíteni. Földes Gábor plébános atya nevében is, aki ennek a templomnak a házigazdája, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk benneteket. Az Úr Jézus színeváltozásának az utóünnepében vagyunk most, és Guszti atyának a gondolataihoz szeretnék én is csatlakozni, bár akaratlanul is nem beszéltünk össze, de a poént már elmondta, mert én is arra gondoltam, ahogy elnézzük itt magunkat, egy picit már a színeváltozás részesei lettünk, a homlokunk egy kicsit pirosabb lett, a talpunk meg talán egy kicsit színesebb az útporától. Az Úr Jézus néhány tanítványát külön hívja. A mindennapi megszokott elfoglaltságok közül valami különlegesre hívja meg őket. Valami többet akar most nekik mutatni. Ilyen ez a zarándoklat is, mint az életünk, de ez a mostani is, hogy az Úr Jézus titeket is megszólított, és valami különlegesre hívott az életeteknek ebben a szakaszában. Elhívott arra benneteket, hogy ezt a néhány napot töltsétek egy ilyen különleges elfoglaltsággal, amiben ott van az imádság, ott van a célkitűzés, megyünk Mária Bócsra, az Isten szülő kegyhelyére, és biztos tele vagytok várakozással, hogy mennyi minden történhet veletek is. Hogyan fogjátok ti megtapasztalni az Úr Jézus istenségének a dicsőségét? Mert igazából mindannyian erre vágyunk, hogy földi életünket átragyogja az Istennek a dicsősége, és mi igaz, krisztusi emberekké tudjunk válni. Hát nagy titok ez. Az Úrnak a kezében biztos ott van most sok minden dolog, amit szeretne nektek ajándékozni. Mi azt kívánjuk, így az első estéteken, az első napnak a végén, hogy amikor a testünk már tükrözi ezt a színeváltozást, hát, hogyha talán még nem is ma este, de majd az zarándoklat végére, észrevegyétek majd azokat a kincseket, amelyeket az Úr Jézus nektek készített. Hogy a lelketek is átváltozzék, egyre krisztusibbá legyen, és olyan legyen az életetek, amelyekben ott lesz majd az a hivatás, amit az Úrtól kaptok. Legyen nagyon nyitott a szívetek, a lelketek. Hát zarándokolni nem könnyű, az olyan, mint a bőjt, mert amikor ugye az ember kilép a komfort zónájából, akkor rögtön elkezd fájni a lába, keze, feje, hasa, sok minden dolog, olyan ez, mint amikor bőjtölünk, de legyetek kitartóak, ahogy Guszti atya is mondta. És meglátjátok, hogy az Isten dicsősége ott fog ragyogni az életeteken. Nagy szükség van rátok, a ti felnövekvő fiatal generációtokra, hogy Krisztus örömhíre, örömhír lehessen minden más embernek is majd ebben a nagyon nehéz mostani időszakban, ebben a nehéz világban. Hát, nagy feladatotok van, a Jóisten segítsen, áldjon benneteket, vezessen a szűzanya köténye alá, és hát kívánjuk, hogy itt egy picit tudjatok fölfrissülni ezen az első estén a tiszavasvári városában, egyházközségeiben. Úgy illik, hogy néhány köszönetet én is elmondjak, hiszen ahhoz, hogy itt ez a mai esemény, ez a szállásotok megvalósulhasson, sok jó szándékú embernek az összefogására volt szükség. Gyártottam is egy kis papírost, nehogy valaki kimaradjon belőle. Hát először is nagy szeretettel köszönöm meg Földes Gábor plébános atyának és a Római Katolikus Egyházközség tagjainak, hogy az imádságos alkalmakra befogadtak bennünket. Ma estére, a vecsernyére és a holnapi reggeli Sorosmára köszönjük szépen. És hát a szálláshelyünkért, az étkezésünkért pedig nagy szeretettel köszönöm meg itt a
tévéfelvétel a tévé képernyője előtti Szőke Zoltán polgármester úrnak, Rádi Zsolt alpolgármester úrnak és Tiszavasvári város önkormányzatának a támogatást és a lehetőséget, és ugyancsak dr. Groncsák Andreának, a Városüzemeltető Tivaszold Non-Profit Kft. Ügyvezetőjének, és a Városi Sportcsarnok és a Konyha minden kedves munkatársának. Aztán ugyanilyen nagy szeretettel köszönöm meg a Nyíregyházi Szakképző Centrum Tiszavasvári intézménye igazgatójának, Szabó Zoltán úrnak a kollégium és az étkező rendelkezésünkre bocsátását, és hogy ez megvalósulhatott Pályán Attila kancellár úrnak, a Tiszavasvári Városi Televízió kedves munkatársainak, természetesen görögkatolikus egyházközségünk tagjainak és támogatóinknak, Aranyosi Tamás úrnak, a Keszi Szóda szikvizési égüzem ügyvezetőjének, valamint a Lepatitét Kft. Ügyvezető asszonyának, Lepeták Attilánénak. Ezt illik megtenni, tanuljuk meg mi is, hogy ha jó szándékkal vannak irántunk, mi is örüljünk ennek, legyünk hálásak, jó Isten áldja meg az ő családi és üzleti életüket is. És hát én akkor átadom a szót helynök atyának, aki véleményem szerint még néhány dolgot el szeretne mondani. Köszönjük szépen! Igen, köszönöm szépen a mikrofonokat. És hát az alánok ülnek, annál sokkal rosszabb már, vagy sokkal jobb már nem lehet, ez egy biztos hely. Egy pár szót engedjetek meg, hogy ezen a 20. zarándoklaton tegnap este is már egy kicsit nosztalgiáztunk, és szeretném ezt egy picit folytatni, amellett, hogy mindenek előtt, ahogy Harókus atya is jelezte, tényleg nagyon jó, ha megtanuljuk, hogy illik megköszönni a Jóistennek, és hálásak lenni minden segítőnknek. Már a 20 év minden fáradalmának a leküzdéséért, a támogatásokért. Így én is köszönöm Vébános atyának és Parókus atyának és mindenkinek a befogadást. Első szóra, egy első telefonra egészen pontosan Zoli atyáék befogadtak minket. Úgy, hogy a görögkatolikus templom úgy tudom, hogy felújítás alatt van, és tudtuk, hogy azért van menedék, és nem leszünk templom, és az Istenháza nélkül, itt Tiszavasváriban sem. Szeretnék köszönetet mondani a ma elhangzott gondolatokért is. Gábor atyának, akinek úgy tudom, hogy ma este vissza kellett térnie Kazincbarcikára, de még majd talán csatlakozik hozzánk. És köszönöm Guszti atyának is a gondolatokat. És ne gondoljuk, hogy ezek a gondolatok véletlenek, nagyon sokat segítenek. Azt hiszem, nekem is, én is most zarándokolok mindannyiótoknak, rágjátok át őket mélyen, ha lehet, imádkozzatok át minden szót, és figyeljünk oda a menetközi imádságokra is, és itt a templomban is. És akkor egy pici anekdota, mégpedig Tiszavasvári. A Tiszavasváriban többször jártunk már itt a 20 év alatt, és ha megengeditek, akkor szeretnék kiemelni, ha szabad így mondani, egy családot, akik Tiszavasváriban valamikor Zoli atyának elődje volt, Kocsis Imre atya, és az ő lányai közül nagyon sokan zarándokoltak velünk éveken keresztül. Sőt, azt is lehet mondani, hogy az első zarándoklatok során, bocsánat, hogy így hívom őket, a Kocsis lányok segítségével indult be nagyon ez a zarándoklat. Mégpedig abban is sokat segítettek, hogy ez a zarándoklat hát nem maradt nagyon belterjes görögkatolikus, sőt azt lehet mondani, hogy különösen az első években nagyon-nagyon sok római katolikus, református és úgymond megkereszteletlen zarándokunk is volt, és most is nagyon-nagyon örülünk annak, és ide szeretnék kiukadni, hogy ez nem egy belterjes görögkatolikus zarándoklat, nagyon örülünk, hogy bejöhettünk most ebbe a templomba, vagy bejöhetünk bármelyik templomba, és az zarándokok között is vannak más felekezetűek, ugyanúgy Krisztus követő és Krisztus szerető zarándok testvérek, vigyétek ennek a idézőjelbe görögkatolikus ifi zarándoklatnak a jó hírét mindenfelé, és mindenkit szeretettel várunk a következő években is, reméljük. Szóval voltunk Tiszavasváriban, és sok zarándoklat során bebetéregettünk római katolikus templomokba, és ez nagyon-nagyon jó. Őrizzük meg ezt a nyitott szívet, őrizzük meg ezt a nyitott lelkületet, vagy talán még legyünk még inkább nyitott szívűek és nyitott lelkűek.